Sziasztok! A képek tárolásával foglalkozó minisorozatunk harmadik részét látjátok, amikor is a fixálással fogunk foglalkozni. A fixálás azt jelenti, hogy egy védőréteggel, egy lakréteggel vonjuk be a rajzunkat vagy a festményünket, hogy megvédjük a kopástól vagy különböző apróbb sérülésektől. Az első kérdés rögtön az, hogy milyen technikával, milyen eszközzel készült rajzokat érdemes lelakkozni, illetve melyek azok, amelyeket feltétlenül szükséges. Ez utóbbi kategóriában tartoznak az úgynevezett poros technikával készült rajzok. Ilyenek a szénrajzok, a krétarajzok, a pasztel krétával készült rajzok, illetve a pasztel ceruzával készült rajzok. Ugye ezeknek mindegyiknek közös jellege, hogy a festékanyag az por jellegű, ezt visszük föl a papírra, és ott a papíron valamennyire ugyan megtapad, de azért elég sérülékeny. Nagyon könnyen le tud peregni, le tud jönni ez a porréteg. Tehát ezeket mindenképpen érdemes fixálni. Fölmerült sokszor az a kérdés, hogy grafitrajzokat kell-e. Na most itt az a válasz, hogy nem feltétlenül szükséges, mert a grafitrajzok ugye nem annyira érzékenyek, mint egy színrajz, de természetesen egy plusz védőréteget képez, hogyha lelakkozzuk, lefixáljuk ezeket a rajzokat is. Főleg akkor érdemes lakkozni, hogyha nagyon sokat hurcolod ezeket a rajzokat, mert akkor azért nem baj, hogyha van rajta egy plusz védőréteg, illetve hogyha ilyen nagyon-nagyon sok grafit van rajta, egy jó sok tömény feketét raktál rá, akkor is érdemes lelakkozni, hogy ne kopjon, meg ne fakuljon ki a rajz, ahogy telik az idő. A következő kategória az a színes ceruzával készült rajzok. A válasz erre is az, hogy lehet, de nem kötelező. Természetesen plusz védelmet ad itt is, de a színes ceruzák rajzok nagyon jól el vannak lakkozás nélkül is. Egy olyan technológiai dolog van, hogy vannak úgynevezett wax alapú színes ceruzák, ez a wax a kötőanyagot jelöli, amivel gyártják ezeket a típusú ceruzákat. Na most van egy olyan jelenség, hogy ez a wax réteg bizonyos idő elteltével képes kiülni a rajznak a tetejére, és akkor ott egy ilyen filmszerű réteget képez. Ezt a hatást meg lehet előzni a lakkozással például. Nézzük akkor a festményeket. Az akril festmények azok kevésbé érzékenyek, mint a többi. Ha megszáradt, akkor vízoldhatatlan, elég strapabíró. Ha lakkozzák, akkor inkább olyan céllal szokták, hogy egy kicsit változtassanak a kinézetén. Ehhez lehet kapni kifejezetten ilyen célra gyártott akril festékeket. Ezekből van fényes, matt, illetve ez a selyemfényű, amit általában mi szoktunk használni. Hogyha egy ilyen selyemfényű lakkal lekened a festményt, akkor egy picit olyan olajfestmény jellege is lehet, attól függően, hogy milyen technikával festetted. Olajfestmények esetében szintén le lehet, de nem muszáj. Ha leszeretnéd lakkozni, akkor a művészállatokban dammarlaknak hívják az erre szolgáló szert, ennek van fényes meg matt változata is. A fényesre egy picit óvatosan kell bánni, mert az olajnak eleve van egy ilyen fényesebb, olajosabb kinézete. Mivel lehet fixálni, lakkozni? Alapvetően két formája van, az egyik a folyékony állagú, ezt ecsettel lehet fölvinni, a másik pedig a spray formájú, ezt pedig fújással. Na ezt mindjárt meg fogom mutatni, hogy ezt hogyan kell csinálni. Amiket az előbb mutattam, ezek a művészellátóban kapható termékek, ez egy fixatív spray, ez pedig az akrillak, illetve olajfestmény esetében a dammarlak. Ezek nem olcsó termékek, de van alternatívájuk. A fixatív spray helyett lehet használni az egyszerű mezei hajlakot, ez is ugyanolyan jól megfelel a célnak. Arra kell figyelni, hogy a szórófeje olyan legyen, hogy egyenletesen porlasszon. Ezt ki kell próbálni a márkák között, nálunk ez vált be, ez megbízhatóan és szépen porlaszt. Az olajfestmények esetében pedig lehet használni nyugodtan a barkácsáruházban kapható vízes bázisú lakkot is, ezeknek is van fényes meg lak változata, ezeket föl lehet hordani a vászon felületére egy teddy hengerrel nagyon szépen, és jó is lesz. És akkor most lássuk, hogy hogyan kell a fixatív sprayt használni. Most pedig megmutatom a gyakorlatban, hogyan kell ezt csinálni. Az első dolog, amire oda kell figyelni, ez a távolság. Ne fújt túl közelről a lakkot, az ideális távolság körülbelül egy ilyen 30-40 cm. A második dolog az, hogy amikor fújod, akkor egyenletesen és viszonylag gyorsan mozgasd a kezedet. Nem szabad, hogy egy helyre túl sok spray menjen egyszerre,
mert van benne víz, és ez a víz fel tudja hullámosítani a papírt, főleg a vékonyabb papírokat. A harmadik dolog pedig az, hogy általában több rétegben kell megcsinálni, főleg a pasztelrajzokat, vagy a porosabb színrajzokat, tehát egyszer nem elég végig menni, hanem lefújod egyszer, megvárod, míg megszárad, ugye ez 2-3-4-5 perc, utána végigmész még egyszer, és ezt 3-4-szer megismétled. És még egy aprócska kis trükk, hogy amikor elkezdem fújni, akkor az első mozdulat az még nem a lapra irányul, hanem mellé vagy fölé. Azért, hogyha véletlenül van benne egy beragadt kis lakcsepp, az ne a rajzodat tegye tönkre, hanem az menjen el a levegőbe, és amikor már megy a spré, fújja a lakot, akkor megyek végig a lapon. No, lássuk, hogy ez hogyan működik. Először beállítom a távolságot, itt az araszodat lehet használni, egy a 1,5-2 arasz körülbelül az ideális távolság. Elindítom a fújást, de fölé fújok először, aztán végig megyek rajta. Mondjuk ez egy menet, és akkor most megvárom, hogy megszáradjon. Most eltelt 3-4 perc, itt most meleg van, tehát már kiszáradt szépen a papír, úgyhogy ezt most megismétlem ezt a mozdulatot. És ha szükséges, akkor ezt megismétled még egyszer, vagy egy negyedik réteget is rá lehet fújni. Ez most egy 160 g-os pasztelpapír, hogyha túl sokat fújsz rá, akár egy helyre, akár az egészre, akkor rögtön látni fogod, mert be fog hullámosodni. Egy vastagabb karton az jobban bírja, arra esetleg egy menetben többet is rá lehet fújni. Ha megszállt az utolsó réteg is, akkor ezt vagy így hagyod, így ha óvatosan belerakod egy mappába, akkor elég jól megmarad, vagy becsomagolod, ahogy mutattuk, vagy lelaminálod, vagy bekeretezed. Ezek voltak a fixálás műhely titkai. Remélem hasznosnak találtátok őket, és akkor van még egy rész ebből a sorozatból, amikor is a kép keretezéssel fogunk foglalkozni. Addig is jó rajzolást!